Sziasztok! Újra szeptember, szokásosan megérkezett a következő generációs iPhone sorozat, ami most a 13-as néven fut. Szerintem ez most csak egy kisebb upgrade, én inkább 12 s nevezném, de ugye a 6-os széria óta ilyet már nem csinál az Apple marketing megfontolásból. Külsőre a 12-höz képest szinte semmit nem változott a készülékház, gyakorlatilag teljesen megegyező. Vannak új színek, mint például ez a náramlevő kék vagy a rózsaszín. Az előlepi szenzorokat módosították egy kicsit, így kisebb helyet foglalnak ergo valamelyest nőtt a kijelző területe a szenzorsziget méretének csökkentése miatt, valamint a kamera elrendezésen változtattak annak érdekében, hogy a nagyobb szenzor, valamint a szenzormozgatásos optikai képstabilizáló technológia beférjen erre a helyre. Ennek köszönhetően most egy átlós elrendezésben van a hátlapon a két kamera. Hát igazából ennyi változás van külsőre, illetve néhány grammot hízott a készülék, de ez főként a nagyobb aksinak köszönhető, egészen pontosan 15%-kal lett nagyobb méretű. Legalább a 12-höz való tok is itt jó lesz. Bontsuk ki közösen, állítsuk be a telefont, és elmondom az első napos tapasztalataimat a készülékkel. A dobozon már látszik, hogy a töltő idén sem lesz, ezt jó lesz megszokni, majd hamarosan elmondom, hogy miért. A könnyű, késmentes kibontás után a hátlappal fogad minket a telefon, ebben az új kék színben is jól mutat. A doboz a 12 óta már megszokott elemeket tartalmazza: egy usb c to Lightning kábelt, egy szimtűt, papírokat és egy Apple matricát. A hátlap az alapmodelltől megszokott fényes üveg, a keret pedig mat alumínium. A kamera a már említett átlós elrendezéssel található meg, kiegészítve a LED villanóval és a mikrofonnal. A kijelzőt egy papír védi, a kijelző kialakítása ugyanaz, mint a 12 esetében, egy sík kapunk, szerelmik shield bevonattal. A készülék bal oldalán találjuk a némító, illetve a hangerő gombokat, valamint a SIM a jobb oldalán pedig a log gombot. Ha már SIM, egy nanoszimet fogad a telefon, valamint elszim is van benne, így akár fizikai kártya nélkül is használható. Alul a lightning port és a hangszórók vannak, szóval teljesen szokásos, iPhone 12 look az iPhone 13-nál is. A vízállóság IP68, tehát teljesen vízálló. Maga a beállítás egyébként pofon egyszerű, nyelv, majd földrajzi beállítás, ezután új telefonként is beállítható, vagy ha mellé teszed a régi iPhone-od, akkor egy szkennelés után már át is másolható az összes alkalmazás, beállítás az új készülékre. Egy gyors arc a Face ID-val és a telefon már használható is. Tényleg nagyon extra, egyszerű, szeretem az ilyen saragmentes dolgokat, egy telefon átköltöztetésnek ilyen egyszerűen kellene működnie mindenhol. A külsőről és a bekapcsolásról ennyit. Hardware terén kapunk egy A15-ös ami kb. 10-15%-kal erősebb az elődnél. Ez csalóka, megtévesztő lehet az Apple event, ott 50% gyorsulást említettek, viszont nem az elődhöz, hanem a konkurenciához képest a meg nem nevezett konkurenciához képest, úgyhogy így mindenki gondolhat, amit akar, de a lényeg, hogy az A14-hez képest ebben egy szerény erőtöbötet kapunk, nem mintha az gyenge lenne, sőt, ezek még mindig a legjobb csipek. Ahogy már említettem, maga a nocs az kisebb lett, a kijelző pedig fényesebb, napközben kint a napon tökéletesen olvasható, úgyhogy ez is egy jó előrelépés. Más változás kijelzőtéren nincs, sajnos a 120 Hz-es kijelző csak a Pro modellek kiváltsága, ezzel is terelve a vásárlót a drágább modell irányába. A legnagyobb változás az talán a kamerát érintette, szenzorszintű optikai képstabilizálást kapunk a főkamera esetén, ez ugyanaz a technológia, ami a 12 Pro Max-ben volt, de most már mind a 4 13-as modellnél elérhető, nem csak a Pro Max kiváltsága. A főkamera szenzorja nagyobb lett, így ez főleg sötét környezetben jelent majd előnyt. Próbálgattam, az éjszakai mód is később kapcsol be, mint az előd esetén. A sötétben készült képek minősége tovább nőtt, tényleg elég jók. Sajnos a makró módról le kell mondani, tehát a Pro modellnek továbbra is lesz bizonyos kiváltsága. Az új makró mód sajnos csak a Pro és a Pro Max modellek esetén érhető el. Van viszont egy úgynevezett filmszerű mód, amelyel a fókuszt mesterséges intelligenciával változtatja a készülék, valamint az elkészült videón is utólag változtatható. A limitáció mindössze annyi, hogy erre csak 1080p-ben képes, úgyhogy hát nem ez lesz az a telefon, ami kiváltja majd a rendes kamerát, hogyha komoly videókat szeretnél készíteni például Youtube-ra, ez szerintem egy kihagyott zicser, 4 k ilyen komoly háttér elmosás az nagyon ütne. Az akkumulátor 15%-kal nőtt, ezt majd a teszt során kiderítem, hogy ez mire elég. Én már használatba is vettem a telefont, egyébként teljesen jónak tűnik a akkumulátoridő. Az árak viszont nem emelkedtek, sőt néhány ezer forinttal csökkentek, ez viszont jó hír. És nagyjából Ennyi az újdonság az iPhone 13-ban. Ez számomra abszolút azt jelzi, hogy gyakorlatilag egy picit ráncfelvarrott 12-esről van itt szó. Szerintem a nagy dobás az majd a 14-es széria lesz. És véleményem szerint ez lesz az utolsó Lightning Portal ellátott telefon. Az EU ugyanis szabványosítani szeretné az EU területén forgalmazott műszaki cikkek portjait, illetve azt szeretnék elérni, hogy töltőt ne adjanak a készülék mellé a dobozban. Ez itt már ennél a készüléknél megvan, csak az USB-C hiányzik, ami jó eséllyel szerintem már a következő szériánál érkezhet is. Az iPhone 13 első ránézésre is egy nagyon tetszetős, prémium telefon egy tökéletes szoftverrel és bődületes erővel, szuper kamerás képességekkel, viszont ez mindig az a 12-re is, szinte biztos, hogy egyáltalán nem éri meg a 12-ről erre a készülékre váltani, de megkockáztatom, hogy talán a 11-ről sem. A 10-es és onnan lefelé viszont bátran ajánlom, az első napi használat után is azt mondom, hogy ez a telefon ez még évekig top telefon lesz ezzel a tudással, és egy 10 vagy 10-eshez képest óriási előrelépésről beszélünk, a 11-hez mérve, vagy 12-től nézve viszont csak finomítgatást kapunk. A tesztel néhány nap múlva érkezem, valamint a 13 Pro-nak is neki fogok esni, viszont úgy érzem, hogy idén a 13 Pro lesz az érdekesebb készülék a kettő közül, köszönhetően a makromódnak, valamint az adaptív 120 Hz-es kijelzőnek. Az első napom a telefonnal tényleg abszolút pozitív, és nyilván, ez egy szinte tökéletes telefon, amit ennyi pénzért el is vár az ember. Egy rossz szót nem tudok róla elmondani. Egyszerűen annyi, hogy ez most nem azoknak készült, akik a 12-t birtokolják. A korábbi generációk tulajdonak viszont azért ez már egy jóval nagyobb előrelépés lesz. Kérlek, hogy ha, ha van bármi kérdésetek a telefonnal kapcsolatban, akkor írjátok meg kommentben, vagy hogyha van olyan dolog, amit szeretnél viszont látni majd a tesztben, azt is írjátok meg kommentben, valamint iratkozzatok fel a csatornámra, ha kíváncsiak lesztek a teljes iPhone 13 tesztemre. Igyekszem vele szeptember végéig elkészülni. Köszönöm, hogy végignéztétek a videómat, sziasztok! e Legendas